Sziasztok, Mera vagyok. Már készült velem egy videó, egy több mint egy éve, ahol elmeséltem, hogy én már lassan 9 éve kerekesszékben ülök, egy autóbaleset következtében, és a gerincvelő sérültek egyik jellemzője, hogy nagyon hajlamosak a húgyúti fertőzésre. És körülbelül 2,5 hónappal ezelőtt nekem volt egy elég komoly húgyúti fertőzésem, ahol egyik pillanatról a másikra cékla színűvé vált a vizeletem, és tele lett alvadt vérdarabokkal. Akkor ott egy kicsit megrogytam és megrémültem, de aztán mondtam, hogy kinda panic, és nekünk megvan az összes szerv CD-nk, és beraktuk a húgyhólyagot, a vesét és az immunrendszert. Ez ment 0-24-ben, és gyakorlatilag egy olyan 12 óra leforgása alatt teljesen kitisztult a vizeletem minden szintől, alvat véldarabtól, mindentől. Úgyhogy eddig is tudtuk, megtudtam, hogy a szerv CD-k jó dolgok, de ezután meg aztán abszolút bebizonyosodott, hogy akár pár óra után milyen eredménye lesz. És ugye ez gyakorlatilag mindig valamiféle baktérium okozza ezeket a fertőzéseket, és nekem 2012-ben már volt egy olyan fertőzésem, amitől kórházba kerültem, és egy gyakorlatilag egy hétig élet-halál között, már szeptikus sokkot is kaptam. De hát én közöltem, hogy nem megyek kórházba, és nem mentem kórházba, hanem helyette CD-t hallgattam. És azért a biztonság kedvéért kitenyésztettük a vizeletet, és hát olyan baktériumokat találtak benne, amik egyrészt elpusztíthatatlanok, de ha mégis, akkor meg több hetes kórházi kezelés és infúziós terápia a megoldás, ha egyáltalán sikerül. De mi ezt megoldottuk CD-kkel.